A Hősök tere 10 szám alá az egykori Vadbot kastélyba rendezte be 1944 végén a szovjet katonai parancsnokság főhadiszállását, innen irányították a polgári lakosság 16 és 60 év közötti nők és férfiak összeszedését és elhurcolását. Málenki robot, vagyis csak egy kis munka, mondogatták a kozák katonák, ám ebből gyakran több év lett szovjet munkatáborban. Erre emlékeztek ma Sátoraljaújhelyen, a politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve és évfordulója kapcsán. Volt, aki hazajött, de örökre belerokkant, és volt, aki túlélte, de egész családjára és az ő számára is egész életében egy rendkívül komoly pszichikai és fizikai teherként nehezettek ezek az évek. A megemlékezés pedig amellett, hogy emléket állít, arra is felhívja a figyelmet, hogy ne legyenek olyan diktatúrák, amelyek a világon, sem Magyarországon természetesen ezzel együtt, amelyek ezt megmernék ismételni. A Gulák Emlékbizottság a 70 éves évforduló alkalmából több pályázatot is kiírt. Ennek egyik eleme a városok, települések emléktábla állításának támogatása. Sátoraljaújhelyen 204 elhurcoltról van írásos adat a levéltárban. Igaz, neveket és az elhurcolásuk okait egyelőre nem lehet tudni. Tény, az innen elvittek között is volt ártatlan civil lakos, akit csupán a létszám miatt vagoníroztak be. Egyéni háború utáni hadigondozási ügyiratokból azért néhány főnek a nevét meg lehet találni, de ez még mindenképpen további kutatásokat igényel, mert itt ugye az egyéni iratokat mindet egyenként kell átnézni, és ezekből lehet megtudni, hogy kik azok, akik katonai szolgálat következtében harctéren estek hadifogságba, és kik azok, akiket pedig innen a városból hurcoltak el a megszálló szovjet csapatok. A Gulák Emlékév és a Gulák Emlékbizottság célja, hogy az 1945 és 56-ig történt eseményeket feltárja és megtartsa az emlékezetben. Ehhez pedig az igazságfeltárása és a tájékoztatás a legfontosabb eszköz. Ennek szellemében az emléktábla avatás után rendhagyó történelemórát tartottak középiskolás fiataloknak, akik a történelem könyvekből csak néhány mondat erejéig tanulnak a kényszermunkatáborok intézményéről.